Szavaztok, Infinity vagyok, és ma egy Minecraft single player és survival sorozatot szeretnék elkezdeni. Az alap dolgokat elkezdem, mint a favágás. Felvételőt szétnéztem egy kicsit, abban a domba lesz szerintem a házunk, valahogy ki lesz majd alakítva. Aki nem vak, az látja, hogy a Unbelievable Shader az most el van rakva. Nem tudom most mennyi részt veszek fel, vagy mennyi időt, mert szét lesz így darabolva valahogy. Ha nem tetszik, ki fogom szedni a következő felvételre. Oh, alma. Azt majd kell kajának. Jaj, még valamit. Easy, oké. Okay. Nem akarom nagyobbra tenni, mert a Minecraftot szerintem felesleges. A ház az már szerintem felesleges a Minecraftban. Nem tudom, hogy régen mennyire volt rossz a hangom. Most inkább a frapses videókra értem, nem a kamerásokra, mert ott biztos, hogy nem ilyen recsegős vagy valami. Most már szerintem sokkal tisztább és szebb a hang, mert egy Ozonatek headsetem van, azzal veszek fel. És aki megkérdezi, hogy miért csináltam fabaltát, annak... Hoppá! Ezt szeretném megmutatni, hogy fent van a Timber mód. Ez dzsungelbe baromira hasznos, és ott... Ja igen, minitérkép mód, amit használni szeretnék majd. Egész sokat, mint például barlangoknak a felfedezésére, vagy mondjuk... Tegyük fel... Ilyen házamat bejelölöm, hogy ne tévedjek el. És ott arra felé, észak felé van síkság, amit szeretek, mert ott NPC faluk szoktak lenni, meg a sivatagban is. És a síkság tele van barlangokkal, amiket majd felfedezünk. Itt pedig klé van, és... LOL. Víz alá még nem mentem árnyékos módba. Ja, és még egy annyit akartam mondani, hogy Deltának a texture pack-jét használom, ami Antvenomnak a GUI-t átalakított texture pack-je és a Fateful összekeverve. Plusz egy persze az árnyékos mód, ami nem texture pack, hanem mod. Ezt előre leszögezném. Ha nem leszek lusta, ki fogok írni mindennek a... Mit használok és a letölt... Vagyis hogy nem a letöltő linket, hanem a Minecraft fórumos linket. Most viszont... Sivatagban, de... Ott van is egy NPC falu, de jó. Hú, de világos így a sivatag. Tényleg a... Nem. 40-45% az úgy jó lesz. Fankovácsa is! Ez az! Aki nem ismeri annyira az NPC falukat, azoknak annyit mondok, hogy vannak benne kisebb házak, amik szint semmire se jók. Vannak benne nagyobb házak, amikben mondjuk majd meglátjátok, hogy mire lesz jó egy másik sorozatomban, amit egy hét múlva fogok felvenni, és... Nos igen, a Timber mód kivágja, mondjuk, nézzétek meg. Így. Az ilyen egybefüggő farönk felületeket is kivágja. Mondjuk ezt is kivágná. Meg is mutatom. Kivágja, de gyorsan tömjük vissza a vizes részeken, és így... Így hasznos. Így ez a mod. Én nem vagy jó sok kenyerünk lesz. Fogunk még ide visszajönni, de... De nem ma. Na. Nem tudok más mondani őszintén. 60 fa. 61. Akkor már kemencét is csórunk, és ez a láva valamilyen nem világít. Szerintem az az árnyékos modulját van. Szerintem 4 vagy 5 perce veszem. Lesz az egy ilyen 15-20 perces rész. Hát, mindegy, jobb, mint a semmi. Tényleg, ne legyünk tehetetlenek. Ha gyémánt lett volna benne, főleg 3 gyémánt, az... Hát az baromi nagy mázli lett volna. Egy kovácsa van, csak ja. Ez egy ilyen kisebb falu, ilyen szőnyegbombázás helyszínén. Mert nem, ott ilyen... Ja. Olyan szép ez az árnyékos mód, nekem baromira tetszik. Na igen, akkor csórjunk majd gyapjút, meg fákjákat. És
Majd lesznek ilyen Minecraftos, hát tutorial videó szerűségek, amiben mondjuk a állattenyésztés vagy hasonlókról lesz majd szó. Remélem azok is tetszeni fognak, mert ahogy észrevettem, a Minecraftos videók sokkal jobban tetszenek, mint tegyük fel a végjátszások, mert a Minecraftos videó az a pre-release bemutatót megnézték 300-an, a végigjátásokat meg ilyen 100-an szokták megnézni kb. Na, akkor most menjünk a spawn felé vissza, és ássuk be magunkat a dombba. Ott is van a mocsár. Jaj. Legalább nem olyan világos a sivatag. De még az árnyékom is nagyon tetszik, hogy most van dél, így ilyen az árnyék. Ha meg mondjuk már menne le a nap, akkor ha a nappal szembe állok, akkor mögöttem hosszabb lenne az árnyék. Ez szerintem baromi jól van megcsinálva. Nézzük meg, hogy van itt alma, de mondjuk van nálam két kenyér és három alma, ami 5, 11 kaját még fel tud vinni. A harcok, mondjuk én csak akkor szoktam enni, mondjuk tegyük fel egy almát, vagy mondjuk egy steaket másfél kajánál, amikor mondjuk kell, hogy regenerálódjon. De amúgy meg nem szoktam enni annyira. És szerintem most lesz egy francba kicsi vágás, úgyhogy egy pillanat és visszajövünk. Bocsánat, csak volt egy nagyon kicsi elintézni valam, és... Hát, hogy is mondjam, ez szép. Nekem ez tetszik. Ide még visszajövünk, az biztos. Először is, én mennyi FPS-ünk van? 11. Pedig több szokott lenni, nem baj. Felvétel együtt 11, és így se laggolok. Epic jump, és akkor itt kezdjük is el. Na végre! Olyan jó a ózanatokkal hallgatni, így fülessel. A hangokat sokkal tisztábbak, meg mélyebbek. Ez ugye a fű is itt mozog, szerintem baromi jó. Felvihetném az FPS-emet, ha fent lenne az Optifine, de nincs. Majd szerintem felrakom valamikor következő részek egyikében. És most szerintem olyat csinálok, hogy egy vascserekenyt és egy vaskardot. Akkor... Egy vascsákány és egy vaskard. De csinálok pótba. Mind a kettőből ugyanígy egyet. És... Akkor már egy ásót is, hogy azért haladjunk majd. Egy pótcsákány, egy ásó, és egy pótkard. De szerintem kiszedem most az árnyékos modot, mert tényleg anélkül jobban veszi meg. Most valamiért rosszabbul veszi. Na, akkor még egy pillanat. Na. De szerencsétlen vagyok, Istenem. Az izét akartam eltüntetni. Az FPS számlálót el akartam tüntetni, és kikapcsolom a flapset. Jól van. Nagyon ügyes vagyok. És mivel már megnéztem, 9 percet vettünk fel, ezért most esteledik. Úgyhogy vadászunk egy kis csirkét, aminek bár nem visz fel sokat, a sült kajája se csak 3 és felett. Hasznos. Mert ad tollat, amivel majd lesz szép nyilvesszőnk.
amit szeretek használni. Várjátékokon és az IS kasztot szeretem. Ha védő vagyok, amúgy meg támadó, mert... És tényleg egy támadó IS az nem sokat ér. Igen. Az egérre szoktak ilyen és ehhez hasonló problémák lenni. Mint például... Igen, úgy most se ment tovább, mert nincs asztal, amin tudjak játszani. De majd valamit fogok ide csinálni. De hát odaadok az asztalhoz, nem tudom. Oké. Kis inventory rendezés, ahogy én szeretem. Az éjszaka közepét megvárom, és utána kivárom az éjszakát. Közben szerintem kiások itt helyet, és... Onnan fogom majd folytatni a videót. Másnap reggel a második résszel. És még chest. Vasat, a fát, a magot, az almát itt hagyom, a gyapjút, a tojást, a saplingekből majd ültetek, de azt is csak majd holnap, tehát a második részbe. Ezt majd később sütök, majd csinálok szenet is. Valahogy így majd szenet csinálok. Kaja, és akkor így van az inventoring. Fölöttünk a térképen látjátok a piros cuccokat, azok a ellenségek. 9 fa. Hogyha 6 fát megsüt 4, akkor 6, 9. Mindig így van, mert egy fa más felet ad. Szóval ennek kell 6. Mert a megsütünk valamit, tehát mondjuk megsütünk 6 fát, akkor a 6, tehát a 4 másfél szerese a 6, és így lehet kiszámolni, hogy hány fa kell pontosan az égéshez. Jó, van utolsó óra, matek volt most, mit akartok? Van is egy ötletem itt a dombon belüli részre, mert időközben kitaláltam, hogy úgy kéne, hogy legyen majd ilyen szinteket berendezek itt a dombba, és utána pedig majd felmegyünk a... Mert fent is lesz majd egy ház, meg állatfarm, meg minden... Meg ilyen állattenyésztőfarm, meg rendes óriásfarm. Aztán fent van a Niftycraft is, azzal majd dekorációs izéket akarok csinálni, majd meglátjátok, hogy mit, de az sem a lesz. Bármilyen ne lehetne ma, hát de nincs vödröm, szóval nem ma lesz. Meg lehet, hogy kicsit csalás lesz, de akarok majd olyat, hogy csinálok ilyen instant házat Niftycrafttal, és abba lesz dinnye, amit majd elkezdek termeszteni, mert lehet, hogy kicsit csalás, hogy nem elhagyatott bányába megyek, de mod, és miért ne lehetne használni modokat? Mert a legtöbb mod nem csalás. Bakker. Mert például a Too Many Items az csalás, az. Azzal szerintem mindenki egyetért, de... ...56 fákja, ez még az első napokban elég is lesz. Akkor már így... Nem... Csak legyen már egy kis elrendezés benne. Így a videó végén szerintem nézzünk ki az éjszakába, hogy mi zajlik ott. Hát nem sok minden, őszintén. Ott van Skeleton, meg csirkék. Az, hogy a Skeleton az mondjuk dob néha íjat, vagy felencsántolt íjat. Nekem szerencsém volt, mert egyszer dobott egy felencsántolt íjat Survivorbe, ami
Jól jött, főleg azért az első éjszakán dobta. Oszta, de szép, hogy oda még biztos, hogy elmegyünk. Meg olyan is, hogy egy zombi, a zombiak vaskardot, meg vaspáncéldarabokat, meg vasat, meg felencsántolt vaskardot dobhat. A pigmen pedig aranyat, vagy aranykardot, vagy felencsántolt aranykardot. Zombi húst megkajálom, hát a szerencsém nem lesz. Még kicsit itt kirambózunk, és... XP is kell, és majd a Nifty Craftnak van még egy jó tulajdonsága, vagy még egy jó craft receptje. Az pedig a Battle of Enchantingot lehet craftolni, ahhoz pedig mondjuk a Pog dob leggyakrabban, de a zombi meg a skeleton is dob ilyen rendes kézzel megfogható XP gömböket. Mennyi vaskarba döglik a hülye creeper feje? Zombius kajálok, mert... Jaj, ne, nem robbansz! Nem robban a csúnya köcsög creeper! Rohadjál szét! Az ott, ja, az az NPC falunak a... Mindjárt kényegöm, temploma. Én csak környéken szétcsesztem mindenit, akkor vissza a házhoz. Azt hiszem a ház előtt... Ó, Creeper bácsi... És a többes számon van a hangsúly szerint. Egyszer csak egyel. Hoppá! Jaj, 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 jaj! Mit a Creeper anyárat? Creeperben 4 ütés kell vaskarda. Oké. Okay. És most rárambózni! Asa, júj! Bakker, de befostom az FPS laktól. Oké, okay. Nem már 3 és feles szintűek vagyunk. Akkor szerintem itt van vége az első résznek. Ugyanígy nem folytatjuk. Sziasztok!